kezdjem. Talán a Jakab leveléhez alapoztat kezdjük el a harmadik részsel. A mai téma egyébként a hitnek lesz a hitnek az aspektusai lesz a téma. Mondhatnám úgy, hogy hit, és még mindig hit, és még mindig hit. És mi mindent jelent a hit? Valami ilyesmi lesz a mai téma. Hit aspektusai, de előtte Jakab levél harmadik részéhez lapoztok. Ismerjétek ezt a verset. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Mert mindnyájan sokképpen védkezünk, görög szöveg szerint Csia is így fordítja, botlunk meg. Ha valaki a beszédében nem botlik meg, az tökéletes férfiú. És képes az egész testét is megzavarázni. Miről olvastam ezt fel? Azt tapasztalom az elmúlt időszakban, hogy nagyon-nagyon sok ember tanít, és nagyon sok mindenről tanít. És ezzel felforgatják embereknek a hitét. Hadd mondjam el, hogy ebben a gyülekezetben az elmúlt akárhány évben mindig meg tudtunk maradni. Én úgy hiszem, amellett az egészséges tudomány mellett, amit nagyon sokszor hirdettünk. Soha nem engedtük meg, hogy itt hangoskodás legyen, hogy mondja az ige, torzsalkodás legyen, vita legyen, gyermekes, bolond, veszekedések legyenek itt a presbitériumban, vagy köztetek, vagy közöttünk, ilyen nem volt, amen? Mégis most elővettem, nem is tudom, hogy keveredtem újból Derek Prince könyvéhez, és hogy a hit aspektusairól, annak idején, akik olvastátok, meg tanultuk, az első kötetnek a második fele az hit és cselekedetek, törvény és kegyelem erről szólt, és lehet, hogy bele is fog olvasni. Van egy rendszer, ami úgy bennem élt, én mégis szeretném mondani nektek, hogy ezt mi is tanultuk egy tanítótól, aki Istennek az embere volt. És nagyon kellenek ezek a tanítók, és nagyon sajnálom azt, hogy olyan tanítók vannak, akik felforgatják az embereknek, a gyülekezetnek a hitvilágát, és nem megerősítik, és nem egyenesen tartják, hanem eltávolítják őket. Elhagyásra viszik attól a kegyelemtől, attól a jótól, attól az ajándéktól, ami Jézus Krisztusban a miénk. És nekünk ez fontos látni, hogy azokra a tanítókra kell figyelni, akinek lehet nézni az életének a végét, és nekik kell engedelmeskedni. Amen. Csak azért olvastam fel, mert ma végül is, amit fogok mondani, meg fogok találni akár Derek Prince-nél, akár a kazettán, akár a papíron. Mégis összeállt bennem egy rendszer a hittől, az aspektusai, vagy egy rend, egy egymásra felépülő rend, ami egyébként nem új. És nagyon fontos dolog az, hogy a tanítóknak súlyosabb ítéletük lesz, és nagyon rossz, amikor valaki tanításban botlik meg, és másoknak a botlását idézi elő. Nagyon rossz dolog. Akkor magával húz. Botlik is kapaszkodnak, meg kap nyúl vissza, és húzza magával. És ma ez egy veszély, én azt látom, és annyi időm nincsen mindenfelé járni kellni, de nagyon sok telefon elér, nem csak az Ámen gyülekezetből, más gyülekezetekből is. Nagyon sokan felhívnak, hogy gondolom ezt, nagyon sokan nem értik teljesen, hogy akkor most dolgok hogy vannak. Most is vissza kell hívnom még két valakit a jövő héten, aki nem ebből a gyülekezetből való. A lényeg az, hogy ez a Bibliában egy felszólítás, hogy ne legyetek sokan tanítók. Nem kell mindenkinek megmondani, mi a tuti. Amen. Van néhány, akikre figyelni kell, de most olyan sok lett, mint a mezőn a rüljön. És beleszagolsz. Igen. És büdös. Így van. Ez a Biblia felszólítása, ne legyetek sokan tanítók. És ma nagyon sokan próbálnak tanítani, nagyon sokan próbálnak újat hozni. Jönnek vissza most egy házaspár Angliából, és akkor a nem tudom milyen mennyi ilyen tanítás, és akkor menjél oda, és akkor össze akarják szedni Miskolc azokat az embereket, akik egyébként már gyülekezetbe járnak, mert menjél oda. És nem csak Miskolc, és nem félelemkeltésen mondom ezt, hanem józanságban mondom ezt, hogy amikor mindenki tanítani akar, és mindenki valami új gyülekezetet, és mindenki valami denominációt, az úgyhogy valami felekezet és dolgot akar létrehozni, és mindig valami újat akar kitalálni, az nem Istentől lesz. És azon csodálkoztam el, hogy akik
megtértünk 20 éve, 20 éve, és megkaptuk az alapokat, azt gondolom megfelelő módon, és egészséges módon nőttünk fel, akár a Szabadkeresztény gyülekezetben, akár máshol nőttél fel, vagy baptista közösségben, vagy akár reformátusoknál nőttél fel, nem tudom. Olyan egyszerű volt minden, és most képesek emberek a legegyszerűbb dolgokba is belebonyolódni, de annyira, hogy már nem tudják néha, hogy merre van az erre, meg az arra. Hihetetlen. Mennyire egyszerű dolgok, amiket egyszerűen cselekedtünk, most hihetetlen olyan útvesztővé akarnak válni, vagy nagyon bonyolult, olyan felfogadatlan dolgokkal akarnak válni, például hit, kegyelem, cselekedetek, törvény, például ilyen alapvető dolgok, keresztény élet, engedelmesség. Tehát nem kérdés. Megtértünk miből? A bűnből. Szolgálunk kinek? Istennek. Hiszünk miben? Az evangéliumban. Megéljük azt, amiben hiszünk. Megtartjuk azt, amit ő parancsol, és megcselekedjük Isten akaratát. Amen! Be is zártnánk. És mégis, olyan módon próbálják ember alapvető igazságokat most újra előhozni, vagy tanítani, hogy egyszerűen már én is néha belebonyolódok abba, amiket hallok, hogy akkor hogy kell érteni. Most nem viccelek. Akiket elérez, vagy akik nézel interneten tanításokat, vagy akik olvasod ezeket, vagy akik pásztorunk embereket, vagy lelki gondozunk embereket. Most mondom így. Lehet, hogy neked ez nem annyira aktuális, mint nekem. De egyszerűen már is felhívom a testvéremet, hogy mondja már meg, hogy most én vagyok süsű, vagy meg ez már több a sok tanítónál is, meg a soknál is. Na, hát ilyen belebonyolódás, meg ilyen módon olvastam fel ezt az igét nektek, és nem tudom, ameddig fogunk jutni, ha nem, akkor folytatjuk, de nekem felüldülés volt újra visszanyúlni egy olyan tanítóhoz, akinek az élete kipróbált, és akinek a beszéde is megpróbált. És ezek a dolgokban egészséges módon alapoztam meg az életünket, és azóta is éljük az életünket egészséges módon. Amen. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos. És meg kell állni, az embernek le kell ezeket tisztázni, és mindent, ami próbálna ezeket bonyolítani, próbálna ezeket megmagyarázni és kimagyarázni, azt el kell kerülni. Egyszerűen el kell kerülni, mert Isten evangéliuma az egyszerű. Amen? A bűn a probléma. Nem más. Ha meghaltunk a bűnnek, nem élhetünk abban. Mert ha kegyelem alatt vagyunk, akkor mi módon uralkodna a bűn rajtunk? Akik szeretjük az Urat, ez a szeretet engedelmességgel indít minket. Amen? És nem tudom komolyan, hogy emberek milyen módon, vagy a gyülekezet. Jézus Krisztus teste. Amen. És mondják emberek, hogy neki nem kell pásztor, aki leuralja őket. Ezért nem is akar gyülekezethez tartozni, nincs is pásztora. És akkor miért van megírva azt, hogy legeltessétek Istennek a nyáját, nem rút nyerészkedésből. Kell a pásztor, kell a gyülekezet, kell a nyáj. Nem szétvert dolgot akar az Úr, hanem összegyűjtött dolgot akar. Amen. Szóval nem értem, hogy élhetnek emberek ilyen megtévesztő módon, vagy embereket téveszhetnek meg, vagy hogyan tudnak embereket maguk körül úgy tartani, hogy közben mondja az ige, hogy ők is meg vannak téveszve, az ő lelkiismeretük is meg van fertőzve, és megfertőzik másoknak a lelkiismeretét is. És ez nem Isten akarata. Isten akarata egyszerű. Isten akarata az tök normális dolog, hogy Jézus meghalt a bűnökért, megszabadított a bűntől, létrehozta az egyházat, beplantált az egyházba, és ott tértünk meg, és ott van a mi helyünkben. Különben, ha nem vagyunk Jézus Krisztus testébe, nem tudunk ragaszkodni a főhöz, a fejhez, ahhoz, aki mindezt véghez vitte. Amen. Az ő teste pedig szent. Az ő háza egy szent hely. Isten jelenléte mióta Kápi kettéhasad beléd költözött. Nem kell menni. Ha a zsidók még mennék is a templomba Jeruzsálemben, amikor Jézus utána Kápit kettéhasad, hiába mentek, már Isten nem volt ott. Amen. Mert a szelleme ki lett töltve utána minden testre. És bennük volt. Tehát ez a sok-sok tanító azért tudja meg, hogy súlyos ítélet és szigorú ítélet vár a tanítókra. És ezt nekünk is tudni kell.
Mert mindjárt sokképpen megbotlunk, ez így van. De valaki így botlik meg, annak súlyosabb ítélete lesz. Tehát ezzel nem szokott játszani. És amikor mi tanítunk valamit, hogy keressük az igazságot, hidd el, nem sok időm van rá, mert most nem sok időm van rá, de éjszakákon azon vesződök, vagy fáradozok, vagy gondolkodok, hogy hogyan legyen ez tiszta, egészséges, érthető mindenki számára, mert különben az apostoli tanítás, az apostolok tudománya nincs helyén, az egész nem ér semmit. Amen? Mert azt kell megtartani, amit ő parancsolt. És azt kell tanítani, amit ő parancsol, hogy megtartsák azt, amit ő parancsolt. Ez az apostolok tanítás, ez a tanítványság. Ha a tanítványságban nincs engedelmesség, semmit nem ér. Hogy megtartsák azt, amit én parancsoltam, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam. Ez az engedelmesség hozza létre a keresztény életet. Amen. Ezért nem értem, komolyan. De szeretném elmondani minden tanítónak, aki most, ezekben az időkben szerencsét próbál. És világot akar látni. Nagyon-nagyon veszélyes vállalkozás. Ezért az Isten igéje azt tanítja, hogy felszólít, hogy nagyon vigyázzunk, hogy kiket engedünk tanítani, és nagyon vigyázzunk, milyen tanítókat hallgatunk meg, és bibliai tanítás, akár ez is lehetne a mai téma, vagy lehet ez a mai téma, hogy a tanítói ajándéknak a működése a nagyon körülhatárolt, és egy gyülekezetben a tanításnak a szerepe az nagyon meghatározott, és embereknek ez az ajándék nem mindenkinek jutott, és csak ezzel a szerencsét próbálni, nagyon vigyázzon, mert súlyosabb ítélet vár rá. És szeretném elmondani azoknak is, akik interneten mindent megesznek, hogy nagyon vigyázzál, mit teszel meg, mert aki így botlik meg és másokat magával visz, nagyon sokat megfertőztetnek. Nem mindegy, mihez ragaszkodsz, nem mindegy, hova jársz, nem mindegy, hova adod magad, nem mindegy. És valamit el kell kerülni, és azok a tanítók, akikről amit mondja az ige, például egy Derek Prince-os, őt elővettük. Ő nem az a... abból a sokból való, akiket talán most, akiket említhetnénk. De minden tanítónak ez az ítélete, ez sokkal szigorúbb és súlyosabb lesz. És sokféleképpen lehet megbotlani és védkezni. De ez egy kiemelt probléma, hogyha valaki ebben botlik meg. Generációkat tönkre lehet tenni. Hívő generációját tönkre lehet vágni rossz tanítással. Például adventizmus. Most nem akarok nektek az adventizmusról beszélni, megint még egyszer megnéztem. Kedvencem ugye az apologetika. Az adventizmussal 1800-as évek végétől generációkat vágtak tönkre azzal, hogy Jézus meghalt a bűnökért, de nem felejtett el a bűnöket, mert ha 10 parancsolatban engedelmeskedsz, akkor meglátjuk majd, hogy az engedelmesség, például a szombat megtartása, nálad hova jutott el, és van egy mennyei ítélő szék, és majd akkor egyszer talán üdvösséged lehet. És ebben a félelemben élnek emberek, vagy a javatom, hogy emlegethetnék. Tehát tönkre lehet vágni generációkat. Vagy a Brenham, aki a kígyómakban, meg ugye a miskolci probléma volt a szabadkeresztény gyülekezetben is. Hogy van, akik eleve arra születnek meg, hogy elkárhozzanak, mert abból a vérvonalban vannak. Isten egy vérből teremtette az egész emberiséget. Olvastad? Egy vérből teremtette. És ha nekem lehet üdvösségem, akkor neki is lehet. És ha neki lehet, akkor neked is nem. És ő is, amikor tanítani kezdett, akkor... És igen, amikor gyógyító apostol tanítani kezdett, vagy gyógyító evangélista tanítani kezdett, vagy proféta, akkor voltak utána baj. Tehát legyen ez egy ilyen fontos bibliai ige, hogy ne legyetek sokan tanítók, tudva azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Sokféleképpen lehet védkezni, de a beszédben, tanításban való védkezés, vagy botlás az egy más dolog. Ugyanez a 2 Timóteus 2, második Timóteus legyen második rész, első vers. Bocsánat, nem első vers, hanem a 15. vers. Csak szavakat szeretnék kiemelni. Azt mondja Pál Timóteusnak, igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj. Itt a becsületes szó ismerjük, de többen sokszor hallottuk ezt a dokimáóból, a kipróbált. Tehát igyekezzél, hogy kipróbált tanálj meg Isten előtt. Mint olyan munkás, akinek nem kell szégyenkezni, aki szégyent nem val, miért?
mint aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Tehát olyan tanítókra van szükség, akik kipróbáltak, de hogy mondjam, becsületesek, akiknek nem kell szégyenkeznie majd azért, amit mondtak, akik helyesen, egyenes irányba, jól hasogatják, más szóval élve, jól kezelik, megfelelően kezelik, ezt is jelenti a szó, az igazságnak beszédét. És van, aki nem ilyen. Mi van akkor, ha olyan tanítóval találkozol, aki nem ilyen? Aki nem kipróbált, aki nem becsületes, sem áll meg, aki szégyent vallhat azzal, amit mond. És aki nem helyesen kezeli, nem helyesen hasogatja. Ez lehet például szentségtelen üres lárma, üres beszédek. Ezekkel mit kell csinálni? Ki kell kerülni. Figyelj, ami nem helyes, kerüld ki. Mert ezek mire növekszenek, és a növekedni szóban egyre jobban nyomulnak és nyomulnak előre, és amire nyomulnak, istentelenségre nyomulnak. Tehát nem Istennek tetszőre, hanem Istennek nem tetszőre. És ami Istennek nem tetsző módon nyomul, és mind nagyobb istentelenségre növekedik, az ilyeneket ki kell kerülni. Mert az ő beszédük, mint a rákfekély terjed, közülük való Himenéus és Filétus. Vannak ilyen helyzetek, amikor beteggé teszik az embereket. Akik az igazság mellől eltévejedtek, például azt mondanám, hogy a feltámadás már megtörtént, vagy Jézus visszajövetele megtörtént, ilyen is van, és feldújják némelyeknek a hitét. Tehát ezeknek a nem megfelelő tanítói működéseknek, akik nem helyesen kezelik az igazságnak a beszédét, nem helyesen hasogatják, nem egyenes módon vágják, ezt is jelent az ige, a következménye mi lesz? És ezt akartam felolvasni, mert ezt tapasztalom, hogy feldújják, összezavarják, sőt, rombolást végeznek, azt is jelenti a szó, embereknek a hitében. Tehát itt van a következmény. Hogy egyszerűen értetlenség, egy zavar, egy káosz lesz. Én megharcolom, mert én neki megyek az igének, és addig keresem, hogy meg nem tudom. De vannak gyengébb testvérek, ugye? És még nekem se egyszerű, sokszor. És vannak, akiket lelki gondozunk, és vannak, akik erőtlenek a hitben, azt mondja a Biblia. Milyenek a hitben? Erőtlenek. És ezekhez lehet belopóckodni, ezeknél lehet valamit keresni, ezeket lehet maguk mellé állítani, ezeknek lehet valami módon olyat mondani, amivel oda tudják csábítani. Most ez... És már rombolás van, szétzúzás van, és ez nem Isten akarata. És ezért, ha ilyen dolgok vannak, akkor ezeket egyszerűen ki kell kerülni. Ennyi. Ki kell kerülni. Félre kell tenni, a gyülekezetben rendbe kell tenni a dolgokat, ami esetleg nem itt, vagy nem, akár nagyobb méretekben is felújtott a fejét, mondjuk éppen itt a mi osztályunkban, vagy akár világszerte. Ki kell kerülni, és az igazságot kell cselekedni, mert ezek, azt tapasztalom pont a mostani napok, hogy káoszt okoznak, rombolást, feldúlást. És akkor csak végigolvasom a részt, nem akarom magyarázni tovább. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, amelynek pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól minden, aki Krisztus nevét vallja. Nagyházban pedig nem csak arany és ezüstterények vannak, hanem fából és cserépből valók is, és azok közül némelyek tisztessége, némelyek pedig gyalázatra valók. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, hogy tartja? Tisztán. Miktől? Az Isten házába megforduló edényektől, emberektől? Igen. Olvasd, megszentelt. És milyen lesz? Hasznos a gazdának. És milyen lesz? Minden jó cselekedetre alkalmas. Amen.
Valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztessége valódi, én lesz megszentelt és hasznosabb gazdának, és minden jó cselekedetre alkalmas. És akkor mondja Timóteusnak, az ifjúkori kívánságokat pedig került, hanem kövess az igazságot, hitet, szeretetet, békességet. Azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből. A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig került, megint a kerülni szó. Tudván, hogy azok háborúságot szülnek. Tehát miket tudnak ezek szülni? Káoszt, háborúságot. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodnia, hanem menjen mindenki az nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szeríten fegíti az ellenszegülőket, hatalán adna nekik az Isten megtérést, az igazság megismerésére. Adna Isten megtérést az igazság megismerésére. Na, ezek aktuális versek, én úgy gondolom. Jó, és akkor hit és az aspektusai, és hit, és még mindig hit, és ami ebből kell, hogy világos legyen. Első pont, a páratlan hit, Zsidó 11.6. Kérlek, hogy lapozzatok oda. Ismeritek ezt a verset, de felolvassuk, de felolvasom. Zsidó 11.6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát a hit az páratlan. Nem lehet másképp Istennel kapcsolatba kerülni. Csak hogyan? Hit által. Azt mondja az ige, hogy lehetetlen. Azt mondja a Biblia, hogy embereknél ez lehetetlen. De Istennél minden lehetséges, és aki hisz. A lehetetlen hol válik át lehetőségé? A lehetetlenből hol lesz lehetséges? Csak Istenem. Hit. Hit által. Isten, aki hit nélkül pedig lehetetlen Isten elé járulni, lehetetlen őt segítségül hívni, lehetetlen őt megragadni, és lehetetlen neki tetszeni, lehetetlen kapcsolatba kerülni. A hit az egy feltétel. Minek a feltétele? Hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk. Feltétel. Ez egy muszáj. Nem egy másképp. Ez a hit, ez nem egy fejbeli értelmi dolog, hanem hogyan hiszünk? Szívvel. Ez a hithez mi kell? Istentől való kijelentés. És ebben a kijelentésben belekapaszkodik valaki, és azt mondja, Uram, hiszek neked, és legyen a te beszéded szerint. És ebből a, hitből fakadóan Isten segítségű hívja, akkor Istennek kapcsolatba fog kerülni. És ameddig lehetetlen volt, a számára lehetővé válik. Amen? Ez egy lehetőség, és egy feltétel. És aki Isten elé járul, mit kell csinálnia? Hinnie kell. Hogy ő létezik, és megjutalmaz azokat, akik őt keresik. A hit az egy páratlan, egyedül álló dolog, ami nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, Istennel járulni, Istennel kapcsolatba kerülni. Aki Istennel járul, hinnie kell. Mi ez a, ez a kell? Ez egy feltétele. Másképp nem működik. És ez a hit, ami a kinyilatkoztatáson nyugszik, és Isten szól az embernek a szívéhez, és hol zörget Isten? Az ajtó előtt állok és zörgetem. És Isten hova akar, hol szeretné, hogy az ő lakhelye legyen az embernek a szívében? Hogy hit által lakozzék Jézus Krisztus a ti szíveitekben. Ez a kinyilatkoztatás, ez a szívhez szól. És Isten a prédikálókat, és kiküldi a beszédét, és az nem tér vissza üresen. És ad a szívedbe Isten igéje mit? Hitet. És a hitet befogadod, iszol abból a vízből. Milyen vízből? Az élet vízéből, a befogadod őt, új ember leszel, és ha megszólítod őt, Isten meghallgat téged, és tetszeni fogsz neki, kegyelemből, hitáltal, az ő kinyilatkoztatására építve, amit ő szól hozzád, Isten igéje szerint. Amen! Ez kell! Ez nem lehet! Ez nem lehet, ez kell! És akkor onnék jön a jutalom. Isten milyen Isten? Nem büntető, nem károsztató, hanem milyen Isten? Kegyelmes. Igen, és itt a Bibliához, ha visszanyúlsz, milyen Isten? Jutalmazó. Jutalmazó. Ha mész hozzá, annak lesz
jutalma. Azt mondja Jézus, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. És megjutalmazza, aki őt keresik. Hogyan kell Isten keresni? Hit által. Kell-e keresni Istent? Kell! Nézd meg, mennyi minden van. Járulni, keresni, tetszeni neki. Halleluja! Menni, keresni, járulni, tetszeni. És hogyan? Hit által. Hol a hit az életünkben? A szívünkben van. Mit kell megőrizni minden féltetnél jobban? Féltett dolognál jobban? A szívünket és a hitünket. És ez a hit legyőzte ezt a világot, amelyik hiszi, hogy Jézus Krisztus Istennek a fia. Amen. Az legyőzte. És aki nem hiszi, hogy Jézus Isten fia, hanem Mihály arkangyal, meg valami ember, meg valami proféta, az a hit halott. Ez a semmi közünk a Jehova tanúihoz, meg semmi közünk az ilyen mozgalmakhoz. Isten egyházában Jézus Krisztus az Uraknak az Ura és a király, akit imádunk, akinek a nevét segítségű hívjuk, és tudjuk, hogy nem adatott más név, csak a Jézus Krisztusnak a neve, amivel üdvözülhetünk. És ez a hit az üdvözítő hit. Tehát a hit az páratlan. Kettő. Ez az üdvözítő hit. 1 Korintus 15-ön szalakoztok. És a hit az milyen dolgokban hisz? A láthatóakban? Nem, hanem miben? A nem láthatóakban. Kell-e látni? Nem. Boldogok, akik nem látnak, és mit csinálnak? Hisznek. Halleluja. Ez kell. És ez az üdvösséget adó hit is. 1 Korintus 15. Azokhoz szól Pál, akik hallották az evangélium üzenetét. És akik hallották az evangélium üzenetét, nagyon sokan befogadták az evangélium üzenetét. Halleluja! Mit kell csinálni az evangéliummal? Hallani és befogadni. Utána meg ragaszkodni kell hozzá. Hirdettem nektek az evangéliumot, 15.1. Mely be is vettetek, befogadtak, melyben állatok is, amely által üdvözültök is. Tehát ez a hit, ez milyen hit? Második, első volt a páratlan hit, ez a második pedig az üdvözítő hit. Ez a hit, ami a szívedben jön, a Jézus Krisztusra szóló evangéliumba vetett hit. Ez milyen hit? Üdvözítő hit. Amen. Amely által mit csináltok? Mondjátok, üdvözültök. Ha megtartjátok, ha ragaszkodtok hozzá, ami némű beszéddel hirdettem nektek, ha csak nem hiába, hittetek bennem. Tehát hívők lettek, hittek benne. Miben hittek? A hallott evangéliumban. Az evangélium üzenetében valaki hisz és befogadja, mit okoz az életében, mit hoz létre? Üdvösséget. Amen! Örök életet! A bűnsorgja a halál, az evangélium, Isten kegyelme ajándéka pedig, micsoda? Az örök élet, a minunk Jézus Krisztusban, akik hisztek! Ezért üdvözültök, ezért ez a hit, amiről beszélünk, ez az üdvözítő hit. És ezt kell ragaszkodni. És ebben hittünk. És az evangélium micsoda? Harmadik versnek azt adtam előttem egy főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinket az írások szerint. Ez az evangélium első pontja, hogy eltemették, ez a következő pontja, és hogy feltámadt a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent. Képásnak aztán többieknek. Ez az evangélium, Jézus meghalt a bűnökért. Amen? Eltemették, emberi halállal halt meg. Emberi sírba tették. Amen? Levették a keresztről. Nem elpárolgott, nem elgőzölgött. Testben halt meg, és testben támad fel. Amen? Meghalt, eltemették, és feltámadt harmadik nap az írások szerint. És megjelent, az előbb is mondta. Ez az evangélium. Ebben, ha valaki ezt befogadja, hallja, hadd mondjam el, neked is személyesen válaszolni kell erre az üzenetre. Ez az üzenet élet vagy halál. Így van, élet vagy halál. Ha befogadod, akik befogadják, azok élnek. Akik elutasítják, azok a halálban maradnak. De akik befogadják hit által, azoknak itt és most üdvösségük van. Nem a mennybe, most.
És nem a Földön, amen, hanem most. És ebben nincs különbség. Aki hisz, az. Üdvözlődött. Halleluja. És aki hisz is megkeresztelkedik, az üdvözlődött. Ez az üdvözítő hit, ez fantasztikus dolog, ez kegyelem, ez ajándék. És ez a hit egyben a megigazulást adó hit is. Lapozunk vissza a Róma levélhez. Erre még bocsánat, az Efézushoz lapozunk először. Az üdvözítő hit volt a másik pont, egy második pont. Efézus 2, ismeritek, 8. vers. Mert hogyan tartottunk meg? Kegyelemből. Ez kegyelem, ez ajándék, ez nem lehet kiérdemelni. Valaki ezt ki akar érdemelni, tudod, Isten szemével? Sértés. És tudod, mi a sértés? Mert Jézus azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Tökéletesen be van végezve. De az nem lehet hozzátenni. Nincs cselekedetek által üdvözülés. És nincs jó cselekedetek által üdvözülés. De még lesz hit. Az pedig majd az engedelmes hit lesz. Mert Ábrahám hit, és a hit hogyan lett teljessé? A cselekedetek által. És az is hit. És van, aki megáll, hogy üdvözöljünk, mert hiszünk Jézus Krisztusban. Nem. Hitnek teljessé kell lennie, különben nincs megigazulás. Megigazulás el van készítve. De nyilvánvalóvá kell lennie, mert az különben nem élő hit, hanem halott hit. Nagyon-nagyon fontos. Nagyon egyszerű ez. De az igaz. Hogyan tartottunk meg, 8. vers? Kegyelemből. Mit lehet ezt hozzátenni? Semmi. Semmi. Így van. Mivel lehet ezt kipótolni? Semmivel. Semmivel. Kell-e ez valamit cselekedni? Isten mencs. Nem. Ha akarok valamit cselekedni, Isten szemében, ezt tudod mi? Sértés. Mert hogy még ő akar nekem itt nagy lenni. Amen. Amen. És olvashatnám Derek Prince-et. De arra most nincs idő, de otthon el fogod olvasni. 150. oldal. Mondom, nem sikötet. Már elvégeztem mindazt, amire valahogy szükség volt ahhoz, hogy kérjenek fizetve a büntetés az ember bűneért. Megegyen vásárolva a bűnbocsánat. Aki ezt elutasítja, kételkedik Krisztus engesztelő áldozatának hatásosságában. Amen. Amen. De Prince, és olvashatnám tovább. Efézus 2:8, mert János 19, nem olvassuk fel, azt mondta Jézus a kereszten, hogy elvégez, tetett. Örökre tökéleteseké tette. Miért tette? Tökéleteseké. Milyen viszonylatban? Örökre. A megszentelt élet. Ezért ma valaki be akar menni a templomba, ha lenne templom, hogy áldozzon, nincs ott Isten, mert Isten bennünk van. Amen? Mi vagyunk az ő templom azóta. A Kápi gettiósat Isten kiköltözött, és beköltözött a szívedbe. Amen? Eddig Isten volt bent, emberek kint. Utána Isten kijött, bemenne, nem meg így jött. Benned van, Isten van benned, és nem is szokaglasz. Amen? Érted? Egyszerű. Egyszerű. Isten bent volt, emberek kint. Egyéb elvehetett be egy ember, ha meg nem halt. Utána emberek bementek, Istenbe kijött. Képzeld el, Matyi, meg kellett csinálni, templomot kellett csinálni. Igen, de van. Makedről, vagy mi? Mitől, Matyi? Sóból. Mindegy volt, mivel csak. Jött csak templomból. Templomot. És Matyi mit csinált? Szívet. Két lábú embert. Nem. Nem. Egy embert csinált. Egy embert csinált. És ráírt a hasára. Igen. Isten templomból. Igen. Igaz volt a probléma, hogy Isten volt bent, az emberek kint. Most mi a probléma? Az emberek vannak bent, Isten meg kint. De bennét költözik. Amen. Ez mi? Ez? Mit tettünk ezért tenni? Semmi. Jézus volt a kereszten, és a kápit mit csinált? Ketté vasalt. Tettél ezért valamit? Soha. Kitette meg Jézus Krisztus. Isten kiköltözött emberek, hogy beköltöznek. Templomba járnak. Minek? Már nem arra gondolok, amikor helyesen járnak. Ilyen egyszerű. Ki a templom? Te meg én. Halleluja. Meg az egyház. Kegyelemből, tehát ez az üdvözítő hit, ez kegyelem, ajándék, semmit nem lehet hozzátenni, ne sértekesd Istent. Kegyelemből tartottatok meg hogyan? Hitáltal. Ismerjétek az igét. Ez nem tőletek van, ez micsoda? Isten ajándéka. Bűzsoldja, halál, Isten kegyelem, ajándéka az, minden igen összevág. Biblia magyarázók, Biblia akárkik, ellenkezők. Isten igéje egységes, egész és szent és tiszta beszéd. Amen! Nem kell belemagyarázni, nem kell kimagyarázni, meg kell tartani. Hm?
El kell fogadni. Tehát az üdvösség nem tőlünk van, hitáltal. Ezért ez a hit, Isten ajándéka a kegyelem, Isten ajándéka Jézus Krisztus, és ez az üdvösség, kegyelemből tartottatok meg, hitáltal. Ez a hit, milyen hit? Páratlan hit, mert másképp nem lehet Istennel járulni, és üdvözítő hit. És ez a hit, megigazító hit. Ez a harmadik nagyon fontos dolog. Ez az ajándék a megigazolás. Ajándék az üdvösség, kegyelem az üdvösség, kegyelem a megigazolás, ajándék a megigazolás. Aki nem munkálkodik, hanem hisz, Isten azt igazítja meg. Amen. Amen. De várjál még, megy tovább. Nem nektek mondom, csak egyébként. Megy tovább. Hitnek van aspektusa. És van, akik megállnak itt. Ajándék, szuper, dicsőség az Úrnak. Meg vagyunk. Nem vagyunk meg. És itt tévednek nagyon sokan. Róma levél. Hát jön a harmadik pont. Megigazító hit. Erre mondják, öcsém, hogy ezt nem lehet érteni. Hát ha Jézus meghalt, akkor nem kell haldokolni. Élni kell, a bűnnek kell meghalni. Amen? Amen. Minden cselekedet hol vezet? Átokhoz, amiről üdvözülni akarsz. De ha megigazultál, és hited van, a hit a szellemi dolog. A hitnek a szelleme. Az ember benne van a szelleme, mit csinál? Cselekszik. Mi szerint? A szelleme szerint. Ha benne van a hited, és élő hit, mit cselekszel? A hited szerint. Ezért, amikor nem cselekszik valaki, halott hívő. Amen? És jön majd a cselekvő hit. És ez össze kell egymásra építve lakni ezt. De harmadikon, megigazító hit. Róma 3. Na figyelj. Mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítették az neki igazságot. Tehát miből van a megigazulás? Miből van? Hit. Akkor miből van? Hit által van. Róma 4. Róma 4, nem azt mondtam, bocsánat. 3. Róma 4, majd oda is megyünk a 3-hoz. Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítették az neki igazságot. Hogyan van a megigazulás? Miből van? Hit által. Hit által. Kell érte munkálkodni, cselekedni? Nem. Olvasok tovább. Annak pedig, aki munkálkodik, jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből. Hogyan van a függösség? Hitáltal. Hogyan van a megigazulás? Hitáltal. És kegyelemből. Kegyelemből tartottunk meg hitáltal. Itt is itt van a hit, mint az Efézus 2-ben, Róma 4-3-ban, és Róma 4-ban van a kegyelem. 5. vers. Ellenben, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelen megigazítja. Az ő hitet tulajdonítatik igazságban. Tehát akkor hogyan van a megigazulás? Hitáltal. És kegyelemből. Hogyan az üdvösség? Kegyelemből tartottunk meg, hitáltal. Hogyan van a megigazulás? Hitt Istennek, kegyelemből és hitáltal. Ugyanúgy van az üdvözülés, az üdvösség és a megigazulás kegyelemből és hitáltal. Aki hisz abban, aki Istentet megigazítja, az ő hitet tulajdonítatik igazságon. Róma 3. 23. vers. Mert mindjárt védkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. 24. Megigazulván, hogyan? Ingyen. Hogyan? Az ő kegyelméből. Üdvösség, megigazulás, kegyelemből, hitáltal, a Krisztus Jézusban való váltságváltal. Az evangélium által. És utána mondja azt, hogy elrendelte, és akkor 27. versnek a vége, hol van dicsekedés, kirekesztetett, mely törvény által cselekedete ki által? Nem, hanem a hit törvény által. Azt adjuk azért, hogy az ember hogyan igazul meg? Hit által. Hogyan? A törvény cselekedetei nélkül. Oké. Tehát van a páratlan hit, a Istenre járul. Van az üdvözítő hit, amely által üdvözültök is. Ha ragaszkodtok hozzá, evangélium. Van a megigazítója. Ingyen megigazolván. Krisztus Jézusban való váltság. Jézus Krisztusnak a váltsága az ár. A törvény cselekedetet nélkül hitáltal igazolnak az ember. Páratlan hit. Ez így van, hogy cselekedetekkel nem tudunk semmit hozzátenni. És nem akarjuk Isten sértegetni, mert ezért adta a váltságul az egyszerű fiázat. Amen? A vévében. Ezért van ingyen, ezért van ajándékba, ezért van váltság által, ezért van a Jézus Krisztusnak a testénk és a vérünk keresztül. Amen. És ezen tudunk hozzátenni. Akkor mi szükség van a cselekedetekre?
Mert ez a hit, ha minden jól megy, és élő hit, akkor milyen hit lesz? Cselekvő hit. Mert ha nem cselekvő hit, akkor milyen hit? Halott hit. Így van. Ennyi. Élő hit, az cselekvő hit. Oké. Korintus levél, második rész. Második Korintus levél. Na jó, menjünk tovább. Cselekvő hit. Élő hit, cselekvő hit. Első volt a páratlan hit. Második az üdvözítő hit. Harmadik a megigazító hit. Oké? És mi a negyedik? A cselekvő, élő hit. Vagy ha nem, akkor a halott hit, az ellentéte. Páratlan hit, üdvözítő hit, megigazító hit, élő cselekvő hit. 2 Korintus 4.13. Mivel hogy pedig? 2 Korintus 4.13. A hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg. Tehát a hit az nem materiális természetű dolog. Tudtad? A hit milyen természetű? Szellemi természetű. Ezért hol van? Nem az agytekervényeinkben. Szívünkben. Nem az agysejtjeinkben. Nem a DNS-emben van. Hanem hol van? A szellememben van. A szívemben van. Nagyon fontos dolog. Aki agytekervényekkel akar hinni, lehetetlen vállalkozás. A bűgondolj kereszténynek meg lehet születni, lehetetlen vállalkozás. Mert a hit milyen valóság? Nem materiális és nem örökölhető valóság. Hiszen ezt? Szokták mondani, Istennek nincsenek unokái. Csak fiai. Fiai és lányai. Éppen a gyerekekkel túráztunk meg, együtt voltunk, és felemeltem a hölgyeket a szemükben. Egy futóverseny volt, és csak hölgyek futottak. Aztán láttunk egy-két férfiút is. És akkor mondom, hogy hihetetlen, hogy mennyivel karakánabbak ma a hölgyek, mint a férfiak. Nagyon-nagyon sok esetben most nem a férfiakat leírva, de így van. Az elmúlt héten hány a menyával találkoztam, akit ott hagyott a férje, megcsalt, meg elváltak. És ő neveli a két gyerekét, és tud örülni. A férfiak meg néha... Mennek. Nem mindig így van, és nem törvényként mond, vagy nem törvényszerűségként mond, de nagyon sok esetben a hölgyek nagyon komoly terhet visznek, és hívőként is így van. Amen? És néha a férfiaknak keresni kell a nyomát, az az igazság. Így, ez így van. Semmitük utána a McDonald's-ba, és ott volt egyik nagyon kedves barátnője Gabrielának, és nagyon jól ismerik a férjét, és maga volt már, meg a két gyerekével. És tudjuk, hogy miért. Tehát nagyon, ezek Istennek vannak fiai és lányai. Unokái pedig nincsenek. A hit milyen természetű? Szellemi természetű. Az ige által jön, az ige pedig élet és? Halál. Nem. Szellem. Az Isten beszéde élő és ható. És az ő beszéde élet és szellem. Halleluja. És aki ezt befogadja, abból fakadó hit, az nem DNS-be költözik, hanem szívbe költözik. És a DNS-e nem lehet örökíteni, hanem mindenkinek be kell fogadni Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Aki csak hisz, az pedig mind üdvözül és megigazul ezáltal a hit által. Na de, eddig meg vagyunk? Eddig meg. Páratlan üdvözítőit, megigazítóit. És ez a hit az egy szellemi valóság. Hitnek ugyan a szellem van meg ilyenünk, amit írva van. Hittem és azért hallgattam. Nem történt semmi. Olyan is van. Nem történt semmi, csak voltunk. Száját nem nyitott. Igen, más. Na, hittem és azért szóltam. Derek Prince. Na, olvasunk Derek Prince, tehát nem kell erőlködni. Van nekünk tanítunk. Amen? Halleluja. Na. Ha az üdvösség egyáltalán nem cselekedetekből, hanem kizárólag hitből származik, ebben hiszünk, ugye? Halleluja. Meg is néztük az igébe. Magától adódik a kérdés. Akkor mi a cselekedetek szerep a hívő keresztény életében?
Hát akármit csinálok, akkor üdvösségem van. Nem! Nem! Vagy de? Vagy nem? Vagy akár el is veszíthetem? Vagy minden szabad nekem? De nem minden hasznos. De nem minden szabad mégsem? Hova? Vagy majd Isten majd rendbeszed? Majd Isten fog engedelmeskedni. Jó. Majd Isten engedelmeskedni. Majd ő rendbeszed. Nem! Kinek kell engedelmeskedni? Nekünk. Ez működik, tudod miért? Mert Isten munkája benned, ha nyitott vagy rá, akarod. Halleluja! Mert Isten munkája benned, mind a cselekvést, mind az akarást. És Isten munkája, és te ezt várjod, és nem akarsz meg... Nagyon csúnyát mondtam. Megmaradni abban, hogy vagy, akkor Isten kimunkája benned, te meg elvégzed. De az üdvösségedet te viszed véghez, na most csúnyát mondtam. De hiszed ezt? Nem mondtam csúnyát. Mert félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez, munkájátok ki az üdvösségeteket. Na! Hoppá! Az üdvösségedet te munkálod ki. Értsd meg, amit a szellem szól. Elolvasok. Ez nem mond ellent. Hát miért mondom ellent? Nem tettek bármit, nem vagyok ló, meg szamár, meg majd jön Isten, aztán meghúz. Azt mondja az Ószövetség is, hogy nem kell zabalával, meg mit tudom mivel húzogatni a fejünket, nem vagyunk mi barmok, ilyen értelemben. Hát normális emberek vagyunk, akinek van lehetőség eldönteni, hogy bűnben akar élni, vagy engedelmeskedni akar Isten igényének, tanítvány akar lenni, vagy még az Isten fiúságát is csak fattyúként lehet értelmezni. Így van, vagy nem így van? Kemény beszéd ez. Kemény beszéd. De ez van? Ha nem fogod annak vettést? Fiú vagyok? Nem. Nem. Nem vagyok fiú. Nem én mondom. Az igen. Az igen mondja. Ha az apámtól elfogadtam, fizikai apámtól, és azt mondjam, ha egy fiú fiatal vagy, fogadd el, mert annak a vége élet. És akkor el kell fogadni Istentől is. És Isten, a kegyelmes Isten megfed? Meg bizony. Szeretetből? Igen. El akar ítélni? Nem. Be akar mocskolni az elején? Nem. Akar károsztatni? Nem. Mit szeretne? Hogy boldog legyek. És ott mi kell? Azt, hogy úgy éljek, ami a boldogságnak a feltétele. Nem lesz minden élet boldog. Ha, de előtt mondtam. És nem lesz minden hívőnek élő, valódi keresztény élete. Ha ezt Jézusba akkor sem. Ha, most csodálkozzunk. Az a boldog. Boldog az az ember. Aki nem ül, meg nem áll, meg nem azt csinálja, mint a csúfolódók, meg a bűnösök, hanem gyönyörködik Isten törvényében. És azt cselekszi, ami Istennek az akarata. Amen. És olyan lesz, mint a folyóvízben ültetett fa, hogy megadja az ő gyümölcsét. Ha nem, vigye el a szél. Nem ez van megírva? Hanem mint a gonoszok. Hanem mint a gonoszok. Na, de legpénz. Akkor mi a cselekedetek szerep a hívő keresztény életében? A hit természete, hogy szellemi? Hittem is azért szóltam. A valódi igei hit szellemi természetű. Jakab példázata szól a testről és a szellemről. Olvasom. Ameddig egy ember él, a szellem a testében lakik. Így van? Igen. Így van. Az ember testének minden cselekedet a benne levő szellem kifejeződése. Így van. Így annak ellenére, hogy az emberben lakozó szellem láthatatlan, annak létét és jellemét világosan megmutatják az ember testének cselekedetei és viselkedése. Így van? Hát egyetlen. Aki benne lakik, az ábrázolódik ki. Nem mindegy, ki lakik benned. Amikor azt mondták a tanítványnak, hogy hozzunk tüzet, Jézus megmondta neki, ez nem az Isten szellem, ami bennetek lakik. Nem úgy volt? Mi némű szellem lakik bennetek? Hol a nyilvánoknak a bennük levő szellem? A beszédükben. Ők ebben hittek. Hittek és ezért szóltak. Meg az indulat. Az indulatban. Oké. Amikor aztán szellem végleg elhagyja az ember testét, akkor a test abba hagy minden cselekedetet. Abba hagyja. És mivé válik? Élettelenné. És Jakab ezt a példát hozza mire? A hitre és a cselekedetre. Hogy ami benne van a hit, az láthatatlan, szellemi valóság, de az ember testének a cselekedete és viselkedése az mind annak a hitnek a kiábrázolódása. És hogyha az az élő hit, akkor az cselekedni fogja Isten akaratát. És ha az ember akarja, Isten ezt munkálja előre benned. Nem kell kijelöltetni, munkálja benned, de az ember ezt nem akarja, és nem akarja véghez vinni, Isten nem erőszakos Isten.
Ha erőszakos lenne, akkor mindenki üdvözülne. És közben nagyon sokan el fognak kárhozni. És amikor elhagyja a szellem, akkor abba hagy minden cselekedet, és élettelenni válik. Ugyanez a helyzet a hit szellemével is az igaz keresztényben. A hitnek ez a szelleme élő és cselekvő. Magának Istennek az életét hozza le Krisztusban, hogy a hívő szívében lakozzék. Ez a hit átveszi az irányítást a hívő természete, vágyai, gondolatai, beszéde, tettei felett. A hívő teljesen új módon kezd gondolkodni, beszélni és cselekedni. Teljesen másképp, mint ahogy előtte tette. Így van? Tehát akkor a következő hit, az melyik hit? A cselekvő, élő hit. És ha nem új módon gondolkodik, beszél, cselekszik, teljesen másképp, mint ami a világ, akkor az nem élő hit, hanem halott hit. Ennyi. Milyen hit van? Kezdjük. Melyik volt az első? Páratlan. Második? Üdvözítő. Harmadik? Megigazító hit. És akkor a cselekedet, negyedik a cselekvő hit. Mert milyen természete van a hitnek? Szellemi természete van. És ahogy a szellem az ember testén keresztül megmutatja, hogy minél mű szellem lakik ő benne, a hit megmutatja, vagy a embernek a cselekedetei keresztényeket megmutatják, hogy milyen hit lakik benne. Ha bibliai hit lakik benne, akkor az másképp gondolkodik, beszél. És ez lehet, hogy harc, és sok kísértés van, és sok megpróbáltatás van, és a szellem ellen sokszor a test törekszik, de meg kell öldökölni, és ez feladat, a testnek a cselekedeteit a szellem által. Amen. Meg kell öldökölni, de Isten ebbe segít, mert ő munkálja bennünk mind az akarás, mind a munkálást az ő jókedvéből, hogy mi félelemmel és rettegéssel vigyük véghez a mi üdvösségünket. Egyébként, ami a miénk hit által, de a cselekvő hit mutatja meg, hogy tényleg élő az a hit. És így ez nyilvánvalóvá az, hogy ki vagy te Krisztusban. Amen. Tehát élő hit és cselekvő hit. És ezért mondja, olvasom csak Derek Prince-től, hogy az igaz igei hit mindig az Istennek való alárendelésben és engedelmességben jut kifejezésre. Ábrahám példája Jakab levelében. Figyelj csak! A hit együtt munkálkodott, mivel az ő, ki tudja, cselekedeteiben, és a cselekedetekből lett teljessé. Na ezt olvassuk el. Jakab 2. Azt mondja, hogy 22. vers, 2:22. Látod, a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és cselekedetekből lett, milyenné? Teljessé a hit. Erre mit mondta a zsidó levél? A 11.6-ot olvastuk, 11.7-ben, hogy hit által engedelmeskedett. Lapozunk oda, vissza, nincs olyan messze. 11.8, bocsánat. Hit által engedelmeskedett Ábrahám. Tehát akkor a cselekvő hit, az egy milyen hit? Az egy engedelmeskedő hit. Amen? Na most a megigazulás kapcsán, mert időnk végére ért. Ismerjtek az égeket, csak figyeljtek rá. A törvénynek a vége micsoda? Krisztus. Minden hívőnek a megigazulására. De a törvénynek a betöltése a szeretet. Azt mondja Róma levél 8, hogy a törvénynek az igazsága teljesüljön be bennünk, akiket a Szent Szellem vezet. A megigazulás hogyan van? Hit által. De a törvénynek az igazságosság az beteljesedik bennünk, és a törvénynek a betöltése a szeretet. És mi a törvénynek az igazságossága? Szeresd az Urat, a te Istenet, de Jézus, szeresd a te fele barátodat. Megigazulok hit által. De mit szabad, akkor nem kell megtartani a törvényt. Persze, hogy megtartani a törvényt. Még a szombatot sem? Még a szombatot sem kell megtartani. De van egy vezérlő vonal, mert Isten beírt a szívünkbe a törvényét, és a törvénynek a beteljesedése a szeretet. Más az eszköz a törvény, és más az eszköz a hit. De a végső eredmény ugyanaz kell, hogy legyen. Csak az egyik nem működik, itt meg működik. Törvénynek a beteljesedése pedig a szeretet.
amit meg tudok csinálni szeretetből, és akkor Derek Prince figyelj, mit mond, és most jön akkor megint, ugyanúgy az engedelmeskedő hit, figyelj, azt mondja, hogy ha nem kell megtartani a törvényt, szabadon megszeketem ezeket a parancsokat, és azt tehetek, ami nekem tetszik, szabadon követhetek el házasságtól is, hogy lophatok, ha úgy tetszik. Erre az a válasz, hogy keresztényként szabadságod van bármit megcselekedni, ha Isten és ember iránti tökéletes szeretettel a szívedben azt meg tudod tenni. Amen? Mert a törvénynek a betöltése, mert megigazultunk, Jézusnak a szeretete lett kitölt a szívünkbe a Szent Szellem által, a törvénynek a betöltése a szeretet. És akkor mire van szabadságom? Bármit megtehetek? A szeretet a vezérlő elv, ami a szívünkben van írva, ami a Szent Szellem által ki van töltve, mit szabad megtenni? Bármit, ami Isten és ember iránti tökéletes szeretettel megtehető. A többi azt tudod mi? Három betű szó. Bűn. Így van. És semmi olyat nem szabad tenni, ami nem tehető meg Isten és emberek iránt való szeretetben. Ezért ez a hit egy engedelmeskedő hit. Nem a törvény tartja meg, hanem a törvénynek az igazságossága fog megvalósulni bennem. És a törvénynek a betöltése a szeretet. És ami nem fér bele ebbe, az nem fér bele ebbe. Azt nem teszem meg. Az ellen ellenállok. Azt kivettem az életemből. Az ellen harcolok. Hogy kell megölni a testnek a cselekedeteit? A Szent Szellem által. De meg kell öldökölni. És ez harc. És ezért ez egy engedelmeskedő hit. És nem tehetek meg bármit. Nem. Mert van egy vezérlő el. Mi a vezérlő el? A törvénynek a betöltése a szeretet. És ami nem fér bele, az mind bűn. Így van? Akarunk-e bűncselekedni? Nem. Ha meghaltunk a bűnnek, mi módon élni még abban? Nem lehet kimagyarázni a bűnöket azzal, hogy nem kell megtartani a törvénynek, kegyelem alatt élünk. Persze kegyelem alatt élünk. Persze a törvénynek a vége az minden hívőnek az igazságára Jézus Krisztus. De a törvénynek az igazsága, Róma 8-hoz be kell, hogy teljesedjen bennünk, és Isten szelleme van kitöltve a szívünkbe. Így van kitöltve Isten szeretete, és meg tudjuk cselekedni a törvénynek az igazságosságát. És azt tehetem meg, ami Istennek a szeretetébe és a másiknak a szeretetébe belefér, a többit az ki kell vetni az életünkből. Amen? Ezért mondta Jézus. Hogy azt szeret engem, aki megtartja az én parancsolatait. Elmondta az eredményét. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg az én beszédeimet. És hadd fejezem be itt, és azt fogjuk foglalni. Ebből a szeretetből nő ki az engedelmesség. Na, hadd kérdezzem, miből nő ki az engedelmesség? Nem a parancsolatokból, nem az előírásokból, nem a leírt betűből nő ki az engedelmesség. De az engedelmesség kinő valamiből? Az engedelmesség miből nő ki? Istennek a szeretetéből. De abból kinő. Mert aki szeret engem, az megtartja. Aki nem szeret engem, az nem tartja meg. Aki nem tartja meg, az nem szereti az Urat. Ennyi. És akkor jönnek a tanítók, visszatérve az elejére. Hogy majd Isten automatikusan helyreállít az életed, mert ő kegyelmes. Nem igaz. Hazugság. Azt állítja helyre, amit te akarsz, hogy helyreállítsa, amivel keresed őt. Amen? Ezért befejezésképpen. Foglaljuk össze, és elolvasom Derek Prince első kötetének az utolsó oldalának az utolsó sorait. Jó? Milyen hit van akkor? Első hit? Páratlan. Második? Üdvözítő. Harmadik? Megigazító. Ha minden rendben van, akkor negyedik? Élő cselekvő. És a szeretetből, és a megigazulásból fakadóan, milyen lesz az élő cselekvő hit? Engedelmes. Engedelmes hit. Páratlan hit. Üdvözítő hit, élő cselekvő hit, megigazító hit, élő cselekvő hit, és engedelmes hit. Ki fog engedelmeskedni Istennek? Isten. Nem? Ha azt gondolják emberek, ki fog engedelmeskedni? Mi? De Isten ez munkája. Ez munkája. Nem kell félni. És akkor mit olvastam Derek Prince-t egy verset Filippi levélből, csak hogy lássad. Filippi második rész. 12. vers után elolvasok azt a páshoz. Kell, hogy ebben legyen egy egyszerű. Hát figyelj, nem így tértünk meg, de most őszintén. Hát ki az, aki nem így tért meg? Az most jön előre megtérni. De most ezt nem egyszerűen mondtam. Aki nem így tért meg, és nem így gondolkodik, az jön előre megtérni. Ma az nem élő hit. Az jön most előre.
És térjen meg igazán, mert aki nem így tért meg, az nem tért meg Istenhez. Aki azt gondolja, hogy meg lehet magyarázni a dolgokat, nem lehet megmagyarázni a dolgokat. Jézusnak drágább a vér annál, amit megmagyarázunk a dolgokat. És drágább az üdvösség, annál megmagyarázunk a dolgokat. És drágább az a, az a kegyelem, hogy megmagyarázunk a kegyelemmel azt a kegyelmet, amit kimagyaráznak. Nem lehet megmagyarázni. Isten igéje világos és tiszta. Amen. És ezt le kell tisztálni, és utána kell tovább menni. És utána mindenki eldönti, hogy még mit akar csinálni. Filippi 2.12. Annak okáit szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek. Mi a hit? Milyen hit? Engedelmeskedik. Mindenkor engedelmeskedtetek. Nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkája, nem hagy magadra. Nem kell félni. Szíved, az akarásod, munkája bennetek mind az akarást, mind a munkálást. Nem fejedhez vágva, hanem hogyan? Jó kedvéből. Nagyon fontos, hogy munkája, de nekem kell véghez vinni. Derek Prince. Azt mondja, hogy merő öncsalásban leledzik minden olyan keresztény, aki azt vallja, hogy szereti Krisztus, de nem engedelmeskedik Krisztus akaratának. Merő öncsalás. Kegyelemmel való visszaélés. Ezt már én teszem hozzá, de nem akarok hozzátenni ezt. Merő öncsalásban leledzik minden olyan keresztény, aki azt vallja, hogy szereti Krisztus, de nem engedelmeskedik Krisztus akaratának, amelyet az ő beszédei és parancsolatai jelentenek ki. Amen? Az új szövetségben Krisztus legfőbb parancsolata a szeretet. Szeretet nélkül lehetetlen engedelmességről beszélni. Ha viszont tovább is legyünk keresztény szeretet természetét és megnyilvánulását, felfedezzük, hogy az új szövetség megadja nekünk annak az életnek a mintáját is, amelyet minden szempontból ez a szeretet vezérel. Megadja az életnek a mintáját is. Ez a hívő társadalmi és magánéletére, az Istenhez és embertársaihoz fűződő viszonyára egyaránt kiterjed. Ez vezeti a keresztény házasságot és a keresztény család életet, beleértve mind a szülőket, mind a gyermekeket. Ez táplálja a keresztény gyülekezet életét és rendjét. Van ilyen? Ez táplálja, ez a szeretet, ez ebből fakadó engedelmesség, az ő akarat, ami le van írva, ezt kell tanulmányozni, ez kiterjed egy minta magánéletre, házasságra, családéletre, szülőkre, gyerekekre, gyülekezet életre és rendre. Ez szabályozza a hívő magatartását, viszonyát a világi társadalomhoz és az államhoz. Amen! Két fő feltétele van annak, hogy saját életünkben ezt a példát kövessük. Először is imádkozva kell tanulmányoznunk és alkalmaznunk az új szövetség tanításának minden részét. Másodszor állandóan el kell ismernünk azt, hogy minden pillanatunkban a Szent Szellem természetfölötti kegyelmétől és erejétől függünk. Ezáltal ma saját megtapasztalásunk is bizonyítani fogja, saját megtapasztalásunk is az 1 János 2.5-ben leírt igazságot, aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valóságban teljessé lett Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. És itt zárul Derek Prince első kötet. Halleluja. És nem leszek veled közelebb hajnali 2-ig. Hidd el, én is elfáradok. Ami ezzel kapcsolatos az elmúlt időszakban, amivel emberek bombáznak, vagy ami nem lehet össze-vissza beszélni, nem lehet bármit tanítani, nem lehet bármit, de ez a hit tekintetében, a kegyelem, a cselekedetek, a törv, ez alapvető keresztény tanítás. Amen? És ha nem hiszed el, azért hoztam Derek Prince-t. Mi sem magunktól tanultuk. Nekünk is tanították, vagy nekem is olvastam. Amikor megtértem, ez alapozta meg az életemet. Nekem majd valaki kitalálja most azt, hogy Isten olyan kegyelmes, hogy majd automatikusan megcsinálja. Nem, az engedelmesség kinek a része, nem kell félni, mert Isten munkája. Te nem helyettem csinálja. És a hit az üdvözítő hit, de végig kell vinnem, és aki mindvégig még kitart. És nem lehet feladni, és nem lehet megmagyarázni. És ha kegyelemben vagyok, nem lehetek a bűn alatt. Vagy meghaltam. Amen? És nagyon, nagyon fontos dolog az, hogyha mégis van, ami feldúlja az én életemet is, dúlnám. Ilyenek vagy más dolgok. Ez nem fér bele az egyháznak a tanításába. Ki kell, hogy jelentsük. Ez nem fér bele. Ami nem ez, amit most hallottatok. Vagy nem így, nem szó szerint. Érted? Ami nem ezek az igék. Vagy nem ez a rend.
dolgokat kimagyarázhatunk. És ennek tanítók is kitalálnak dolgokat. Azokat el kell kerülni. Ennyit, hogy mondjak. És ha jót szeretnél, akkor kerüld el, és ezeket ne hallgass meg. Mert ha meghallgattad, tedd félre, és utána, amikor jól lesz ez a vart, így működik. Amikor jól lesz ez a vart, akkor vegyél el egy tanítást, ami tiszta, vagy hallgassál meg egy tanítást, vagy olvasd a Derek Prince-et, vagy kérd a segítséget, mert a te hited az a győzelmed. És hogyha hitedben nincs rend, akkor nem lesz győzelem. Amen. Mi a te győzelmed? A mi hitünk. Ami legőzte a világot. Nagyon-nagyon fontos dolgok. És emellett még bombázzák az embert, de jó volt, hogy ilyen nappal a városban. Mit tudom én kicsoda? Ez egy más téma. De Reté, vagy ezek közöttek meg Jánosik, meg Pálék? Hát állandóan ezzel harcoltak. Szegény fejük meg a miénk is. Állandóan ezeket harcolni, és Isten melléjük át. És amit kitaláltok, éj, megjött a tanítás, tetszett a Szent Szellemnek, meg nekik is. És örömmel hirdették, és küldték a követeket, és vitték a leveleket, és mindenki megnyugodott, és nagy volt az öröm. Nagy volt az öröm. És amikor Isten ígéje tiszta, milyen lesz az öröm? Nagy. Különben meg háborúság. Apja 15 olvasd, de lejött a végéig. Oké. Akkor most fogunk imádkozni. Mennyi atyánk? Köszönjük neked azt, hogy te kijelented a fiút a Szent Szellem által, és kijelented az igazságot. És mi az igazságból valók vagyunk, és nagy öröm, hogyha gyermekünk az igazságból valók. Ezt kívánjuk. És valóban nagy háborúság az, amikor emberek próbálnak összekavarni, feldúlni dolgokat, gyülekezeteket. És köszönjük, hogy tettővel való tanítás az olyan, mint a pásztor által. Hogy van az igen? Mint a erősen levelt sátor szöge, amit egy pásztortól adattak. Így van. Hát a tanításod olyan, és utána ezt az igét elolvasom, és adakozunk, és ha van szükséged imára, megtérésre várunk szeretettel. És így akarunk, Uram, figyelni rád. És nem vagyunk nagyok vagy okosak. Nem. A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez. A bátorító dolgokhoz. És mint a szegek, erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai, amelyek egy pásztortól adattak. Erősen le vannak verve. Na most olvasd el otthon majd prédikátor 12-13. Erősen le vannak verve a gyülekezetek tanítóinak szavai, amelyek egy pásztortól adattak. Az Úr Jézus Krisztustól. Dolgoknak summája pedig ez, Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Mert ez az embernek a fő dolga. Így akarunk volna tetszeni neked. És kedvesetlen előtted a Jézus Krisztus nevében. És ha hoztál adakozni rólad, ezt is körbefüldjük, és közben azt valóban szeretnél imád, akkor imádkozunk érted. Köszönjük Jézus Krisztus neked, hogy te vagy a pásztor, és legyenek olyanok a te beszédeid mindig, mint az erősen levelt sátorszöveg. Ne kapja fel a szél, hanem meg tudjon maradni a te sátorod. Jézus Krisztus nevében. Segítsünk ebbe. Szükségünk van rá, szükségünk van a kijelentésre, szükségünk van a Szent Szellemre, a kijelentés szellemére, hogy megvilágosítja a szívünknek a szemeit, hogy lássunk. Szükségünk van, Uram, nem magunktól van ez. Nem emberi kitaláció, nem emberi elgondolás, nem. Ad a kijelentésnek a szellemét, hogy lássunk és világosítsa meg a szívünknek a szemeit, hogy lássuk, mi a te örökséged, mi a gazdagsága a szentek között. Jézus Krisztus nevében. Amen. Thank you.
szorgik távolodtunk, az elének nevez, soha nem bánja meg. Thank you.
szeretet mindig a nap. Ha neki nem is akarnak, ez a szeretet győzni tud csak. A boros menekülőre futva, ez az egy, ami tényleg biztos. Azt a minden értelmet felülhaló szeretetet, amit a Krisztusban kijelentettél számunkra. Hálát adunk, Uram, hogy előbb szerettél bennünket, és mi ezzel a szeretetünket viszonozhatjuk, Uram, a te szeretetedet. És köszönjük te neked, hogy ezeket a szívünkben helyezed, Uram, ezeket a cselekedeteinket előtted. És köszönjük te neked azokat a biztos beszédeket, azt a kősziklát, azt a ígédet, Uram, hogy megvilágosítod előttünk a lámpásoddal, megvilágosítod az utat. És köszönjük te neked, hogy nem engeded, hogy eltérjünk se jobbra, se balra, hanem az igazság ösvényének a közepén járhatunk. Dicsérünk téged ezért, és legyen áldott a te neved, Uram, és szabadítsál meg minden tévejgőt. A Jézus nevében. Amen. Amen. Az Úr áldjon titeket.